5000 forint egy kiló dió ennél a zöldségesnél a szekszárdi piacon. Itt volt a legdrágább ez a csemege. Más árusok 3000 forintért vagy 3500-3800 forintért árulták, az olajos magvat kilogrammonként. Az árusok azt mondják, kénytelenek drágában árulni a diót, idén ugyanis jóval kevesebb termet ebben a térségben, mint tavaly. Ennek oka, hogy a dióburok fúró légy jelentősen károsította a termést. A Dunántúlon számos olyan ültetvény van, ahol szinte a teljes termést tönkretette a rovar. Az egyik árusnál 20-25%-kal kevesebb dió termett a kártevő miatt a tavalyi mennyiséghez képest, pedig permetezett. 3400 forintról 3800 forintra emelte a dió kilogrammonkénti árát. Ez a furó légy, mert mi permeteztük is az én fáimat többek között permeteztük is, de sajnos hát egy diófát permetezni nincs helikopterem, hiába mondja azt a szakma, hogy lejjebb permetezni, és akkor majd a vérkeringés a fának följebb viszi és megöli ezt a furulegyet. Hát ez nem egészen jön össze, nagyon sok a fekete. A vásárlók többsége azt mondta, ha ennél is drágább lesz a dió, kevesebbet vesznek majd. Úgyhogy ez miatt nem fogok venni. Én 2 kilót vettem. Mennyiért? 3000 forintért kilóját. Tapasztalat? Nem termett dió. Ön is úgy azt mondja? Hát nem. Nekem is van 6 szép diófám, de mind feketén potyogott le, hogy mi történt vele, fogalmam nincs. Tavaly 1 kiló dió minőségtől függően 2500-4000 forintba került. A dióbél az előző évek átlagánál 10-15%-kal többe kerül jelenleg, de egyesek szerint ennél magasabb árakkal is találkozhatunk a jövőben.